azzal szeretném kezdeni, hogy minden kedves nézőnek köszönetet mondjak, mert ezúttal nem kis dolgot intéztek el, lehetővé tették, hogy ez a nemzetünknek őszintén elkötelezett Egy kis tévé, egyelőre még kicsi, hogy Fennmaradhasson, és tovább folytathassa nemzetszolgálatát. Én bízom, én hiszem, hogy ez nem lesz mindig ilyen kis tévé, hogy ez nem nagy tévé lesz. Mert a nagyság az nem csak a számban jön elő, hanem az, hogy vannak-e itt nagy gondolatok, amelyek sok embernek a gondolkodását befolyásolni tudják a jó irányba. És én úgy gondolom, úgy gondolom hogy ez egy öröm, legalábbis nekem az, az én számomra öröm, hogy tovább folytatódik. Az Nexus TV, és hogy én is folytathatom a sorozatomat. Ma, napság nekünk, Európában élő népnek, hát bizony, Európa sorsa az egyik leg Fontosabb téma. Akárjuk azt, hogy gondoljunk rá, vagy nem, mert Európa minden vonalon, az élet minden szférájában itt van közöttünk. És tudjuk, hogy Európa hagyatlik. És ez a hanyatlás, úgy néz ki, hogy visszafordíthatatlan, ha továbbra is azon a három ezredes, három ezer éve tartó utonhadad, amelyen majdnem, hogy eldőlt már a kezdetén Európa sorsa amikor levált a keletről Európa, az a kezdetek megjelentek már ö, babilóni asszíroknál, még nem, de a babilóniaknál, persáknál, a görögöknél aztán kibontakozik, a Romába pedig jogilag kötelező lett, az az, hogy teljesen egyoldalúak csak a hitelezőnek van joga, és az adósnak semmi joga nincs. Na már most ez nem így volt korábban, és nem így van ma is keletnek azon a részén, ahol nem a hitelpénzrendszer monopóliuma van. Miről van szó? arról, hogy keleten mindenféle uralkodók, akik a hatalmat a kezükben tartanak, lehetnek despoták, tiranusok, vagy népüket jobban szerető, keménykező emberek. Az volt a szokás, hogy amikor egy uralkodó a trónjára került, akkor az első, az első intézkedés az volt, hogy az országában minden adósságot eltörölt. Miért? Hát rész, lehet részben, hogy az Istenek mondták, vagy jó ember, Mi, mindegy, hogy miért. Az egyik és szerintő ok, hogy megtette az az volt, hogyha nem engedi el az adósoknak, azok azok a hitelezőknek dolgoznak, akkor nem lesz katonája. Nincs. És ha nincs katona, nincs uralom. Azért engedték el az adósságot, hogy legyen egy újrakezdés, ami. Az uralkodónak az uralkodását tulajdonképpen lehetővé teszi. Na most, a zsidó nép, hát ugye az volt, volt asszíriai, babilóniai ö, fogságban, perzsáknál is, és ö, ők sokáig, keletnek ezt a rendszerét követték. Hát 7 x évenként került sor a jubileumi évre. És a jubileumi év, ugye angolul jubilé, szóval a jubilé az azt jelentette, hogy mindenki, aki eladósodott, az visszakapta, ez összes adottsággal lett törölve, de visszakapta a vagyonát, visszakapta a ház ingatlanát, visszakapta a, 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 a nyájait, visszakapta, ha, ha már nem volt pénze, és ő saját magát raptette pénz rabszolgává, akkor visszakapta a szabadságát. Ez így volt a zsidó népnél is, egy darabig. De Levante térségében történt egy fordulat. A jubileum lassan elmaradt, és az adósokkal szemben a hitelezőknek korlátlanul növekedtek a jogai. Tehát azok az oligarchák, akik így vagy úgy hatalmat szereztek maguknak, azok el tudták érni, hogy az adósaiknak az ingatlanja is az ő tulajdonukba menjen át. Tehát Adósság fejében el lehetett venni az ingatlan. Na most ez már a hellenisztikus korban a görögöknél már gyakorlat volt. De a római birodalomban ez volt az általános gyakorlat, és nem csak, nem csak. A gyakorlatot, de a jogrendszernek is ez lett az apja. Vagyis a római jog ezen alapul. Én is tanultam az egyetemen római jogot. Jelest kaptam el. Nem volt könnyű. Nem volt könnyű tantárgy. És azt tudom mondani, hogy egyértelműen az, ad, az, a hitelezőnek voltak olyan magas és erős jogai az adossal szemben, hogy én mondjuk nem értettem a hátterét, de ez engem már akkor is zavart, hogy hogy van az, hogy valakiből végül, mert tartozik, adós rabszolga. Nem, ezt nem, nem, tudtam ezzel megbaratkozni. De Menjünk. Európa ezt a rendszert vette át, és teljesen megszüntette az adósok jogait. Csak a hitelezőknek voltak jogai. És a történelem bizonyítja, hogy megvoltak mindig az okok, hogy erős kereskedő ö, osztály alakult ki, hitelező, pénzügyekkel foglalkozó erős hát oligarchák jöttek részre, akik még királyokat is úgy el adós, és ráadásul most már nem megyek abba bele, hogy amikor már elérkezünk a 17. meg a 18. századba, hogy ugye 1773-ban sor kerül a Mayer Amzer által elkészített 25 pontra, amely azért nagyon fontos olvasmány, mert most már eltelt 250 év, és az a 25 pont valósult meg. És ma, amikor szembenézünk Európa visszat megállíthatatlan hanyatlásával, akkor annak okva ott van leírva, hogy mit kell csinálni, még 4-5 né pont az, ami most valósul meg a 25 pontos terből. És ennek az a lényege, hogy egypólusú világrendet kell létrehozni kik számára? Hát azok számára, akiknek a nevében Mayer Abzel Drotschild és a szuperbankárok, akik 12-en voltak, körülötte ültek, és akik első programjuk első részeként megcsinálták a francia forradalmat, amiről most csak én egy dolgot mondok. 20 millió nép volt akkor. Francia nagy, nagynak számított Európában. Az a 20 millió. Na most ezből a 20 millióból a, a dicsőséges francia forradalom eredményeként lett 18 millió. Vagyis 20 millió francia legyilkolt két millió franciát, miközben Mayer, Amzer, Rothschild és társai dögre keresték magukat. Na most, hogyha valaki azt mondja, hogy jaj, micsoda összes kés, nézze meg! Hát ez, ez nem, ha valaki, jó, utána kell menni, de ha valaki hajlandó utána menni, akkor tudja, hogy é, hát igen, mert én nekem egyébként itt van ez a különböző nyelveken. Itt van ez a 25 pont. Hát ez, 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 ez a történészek igazolták, hogy ez igaz, ez így volt, de ha valaki mégis kér, hát nézze meg, hogy mi valósult meg. A, a, a 250 év igazolja. Úgyhogy ezt igaznak lehet elfogadni. Na menjünk tovább. Tehát Európában az eladósodás a szinte törvényszerűvé vált és különböző időszakokban kifejezetten pusztító erejű. Vegyük a Mát. Ma azt látjuk, hogy ebben az Európában amerikai kényszerből, tehát kényszer alapján, egy teljesen egyoldalú ö, pénzkapitalista rendszer jött létre. Na most itt muszáj beszélni valamit arról, hogy ö, mit jelent az, hogy pénzkapitalista rendszer. Mert hogy tegnap előtt Brüsszelben, azt mondták Magyarországról, hogy egy, ez egy választási autokrácia. Na most hogy függ ez össze azzal, amit én eddig mondtam? Hát ez úgy függ össze, hogy nem tudjuk megkerülni azt a kérdést, hogy valójában mi, egyrészt mi a kapitalizmus? És mi a demokrácia, hogyha mi autokrácia vagyunk? És ha végig megyünk a kritériumokon, kiderül, hogy mi vagyunk a demokrácia, és a demokráciák az autokráciák? Pont fordítva van minden. Nézzük csak meg, hogy, hogy is van egy. Hát először is van egy, egy, szint, a civilizációk, két civilizációnak, két világ civilizációnak a szembenállása. Hát e fölött is van még szint, mert itt azt is lehetne mondani, hogy, hogy két összeegyeztethetetlen, két erkölcsi világrend, Csap megint össze. Természetesen ezt különböző történelmi filozófiák részletesebben kifejtik, mint amit én ott mondtam. De most menjünk egy kicsit lejjebb. Mondjuk azt, hogy a nyugati civilizáció és a keleti civilizáció Hát nyugodtan kijelentettük, hogy a keleti az feljövő fázisban van, a nyugati pedig lemenő fázisban van. Na most, ha azt halljuk, hogy egy pólusú világrend, akkor már azt is látjuk, hogy valahol hatalmi viszonyok végül egy központban centralizálódnak, és az az egy központ dönti el a legfontosabb kérdéseket, majd később be fogom mutatni ezt az egy központot. Most csak át akarok futni azon, hogy. Hát ki is a demokrácia, meg ki is az autokrácia. Egy, ez ekkora hazugságot mondani, ritkán hal az ember. Mindjárt, mindjárt, kiderül, hogy miről beszélek. Mert ugyanis, hogyha mi azt halljuk, hogy, hogy, egy, hogy egy világrend, akkor Mindjárt a következő fogalom, amivel találkozunk, az az, hogy a liberalizmus. És sőt, most egy másik fajta a neoliberalizmus szóval a liberalizmus. És ha azt halljuk, hogy liberalizmus, akkor azt halljuk hogy akkor demokrá, ez demokrácia. Ahol liberalizmus van, ott demokrácia van. És hogyha azt halljuk, hogy demokrácia, akkor a következő fogalom, hogy szabad piacgazdaság. És ha még tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy kialakul egy rendszer, ahol van egy erős oligarchia, most már pénzoligarchia dominásan, tehát van egy erős oligarchia, van egy viszonylag gyenge kormány. Demokrácia van, de e, e, ennek a kormánya az oligarchának az uralma alatt van, befolyása alatt van. És hogyha ezután megyünk tovább, akkor azt látjuk, hogy a jövedelmi és a vagyoni viszonyok egyre széle, szélsőségesebben szétválnak, és végül, már be van bizonyítva múlt időben, kikötünk a 99 százalék és az egy százalék között. Ez a végpont. Na most nézzük meg a másik oldalt. Hát ott a keleti civilizációról van szó. És hát ott egész nyíltan, és ezt például Putyin. Az első számú, tehát a jelenlegi konfliktus első számú okának ezt jelölte meg. Ez pedig az, hogy több pólusú világrendszert akar. Most kérdem én, ha valaki, ugye mert a másik oldal azzal kezdő, hogy demokrácia. De fölötte ott van, hogy egy világrend. Hát akkor most kérdem én, melyik a demokratikusabb? Ahol mindig egy központ, hatalmi központban döntenek el mindent önkényesen, és a, a világ többi részének, mondjuk így ugye az alrendszereiben lévő erőközpontok, azoknak en, csak az jut, hogy engedelmeskedjenek. Hát nyilvánvaló, hogy akkor a keleti civilizáció, amely többülsű világrendszert akar, az elfogadhatóbb az emberi igazságosság szempontjából. Na most, ugye, ha elhangzik az, hogy többülsű világrendszer, és, és az, hogy ebben egy ipari kapitalista termelést végző kapitalizmus létezik, és más nem. És emiatt a, az liberalizmussal szemben a kollektivizmus lép előtérve, mert ugyanis Mind a két rendszerben kapitalista van, de a szabadpiackapitalizmus az olyan, mintha úgy lehetne közlekedni, hogy nem, nem lenne közlekedési rendőrség és kressz. Ez a szabadpiackapitalizmus. Nyilvánvaló, hogy ez szükségszerűen vezet a káoszhoz és az anarhiához. Ezzel szemben van a kollektivizmus, ahol mint mondtam, szinti kapitalizmus van, de nem teljesen, hanem korlátozott piacgazdaság. A rendszerváltás helyén ezt úgy mondták, hogy szociális piacgazdaság. Antal József még állandóan azt mondta, hogy a szociális piacgazdaságot akarjuk megvalósítani. Ami persze, ha elemezzük, hogy mi is az, az egy jó dolog, mert arról van szó, hogy, hogy érvényesül az kapitalizmusra jellemző verseny, de ugyanakkor a szociális az azt jelenti, hogy a társadalom gyengébb részei, vagy a társadalomnak olyan funkciói, amelyek lehetnek nagyon drágák, azok, azok ne kergessék az embereket életük végéig tartó adósságfüggőségbe. Vagyis a keleti ipari kapitalizmus az egy szociális szempontok szerint korlátozott piacgazdaság. Tehát szabad versenyezni azon, hogy kiállít elő jobb terméket és azzal, hogy tud kereskedni. Ez meg van engedve. De mi nincs megengedve? Mi a szociális? Az, hogy nincs megengedve az, hogy az iskola rendszer ne a közösség felügyelete alatt működjön a közösségnek, ingyen kell biztosítani, egész a diplomáig, tehát az iskolarendszer nem lehet piaci üzérkedésnek a, a területe, de nem elég, hogy a közösség felügyelete alatt legyen az iskolaügy, az egészségügynek is a közösség felügyelet alatt. Nem lehet belőle, igen, a piaci pénzkapitalizmus törvényei alapján egy elég ocsmány bizni csinálni, amit most már látunk a gyakorlatban. Az egészségügynek a közösség egyik legfontosabb feladatának kell lenni, és a közösség kell, hogy finanszírozza igazságosan. Tehát ez a másik korlát. Na, de van egy harmadik korlát is, hogy a, a nyugdíj se lehet teljesen a a, a, a üzérkedés, vagy a, a, a különböző spekulációs biznesnek a tárgya. Mert mindig ar, azt tapasztaljuk, ezt bizonyítja az élet valósága, hogy ha üzletág lesz a nyugdíjból, mindig rosszul járnak a nyugdíjasok. Miért? Nem is lehet másképp, mert rengetegen élnek, egy, majdnem egy, egy, egy osztály rettenetesen jól ebből. Vagyis egyértelműen a nyugdíjügynek is a közösség feladatának kell lenni, és igazságosnak kell lenni. De még ez sem elég. Mert ma már nem lehet közelkedni úgy, hogy, hogy valaki eleget tudjon tenni a, társadalmi munkás, munkamegosztásból adódó feladatainak. Ma ahhoz, hogy működjön a, a társadalom, hát kellenek a, a, a közlekedés olyan alapvető részeinek, mint az utak, hidak, a közösségi járművek, tehát, tehát a városi tömegközlekedés, a, 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 a vasutak. Szóval ennek olyan módon kell, a közösség felügyelete alatt lenni, hogy ez biztosítsa a társadalom minden tagjának, hogy tudjon közlekedni. De mi elég. Mert ugyanis az embereknek lakni is kell. Tehát lakásra van szükségük. Na már most a lakás az rendkívül alkalmas a pénzügyi spekulációra, mert megépül az ingatlan, és az, az ingatlan megvásárolja 99%-ban hitelből veszik az ingatlant. Annak annyi kölcsönt kell fölvenni, amennyi pénzt a bank akar. A bank határozza meg az ingatlan értékét. Az ő kölcsönétől függ az ingatlan értéke. Tehát lehet vele könnyen spekulálni, meg, meg a bankok szeretik azt, ha az ingatlanokat adják a kölcsön fejében biztosítható. Mert hiszen ott van, és így az adott kölcsön, hát hogy mondjam, biztonságban van. Na de hogyan lehet megakadályozni, hogy ami például ugye az Egyesült Államokban tíz évenként végigfut egy ingatlan spekulációs folyamat, ez tíz évenként. Én többször átéltem azt úgy lehet megakadályozni, hogy nézzük meg, hogy Kína mit csinál. Ott is bizniszelnek a lakásokkal. És csúnyán is bizniszelnek a lakásokkal. És van az, hogy tudunk arról, hogy milyen hitelproblémák merültek fel, hogy valaki a, ha, a ha, havitől valami cég valaki tehát a nagy cégekről nem tudták a havi törlesztést teljesíteni. Na de mégis hol van megfogva az egész? És ha az képül ez a rendszer, akkor jól fog működni. Ott elmondom, hogy hogyan, hogyha Kínában kapitalista rendszer van. Valaki vesz egy lakótelket, épít rá házakat, 20 szem mellett, 30 szem mellett, tele lakásokkal, és azokat kereslet, kínálat elve alapján eladja. De, ha az történik, hogy az a, most csak ütök, hogyha a 20 ezer rakás mondjuk egy év múlva egy ezret, esetleg kétezret emelkedik az ára, hiszen ráadásul inkább csökkenni kellene, mert, mert, mert használódik. De ez, ez rendben van. De ha mondjuk már ennél Lényegesen magasabban. És a következőben megint annyival, és az azután. Szóval egy, ó, egy elfogadhatatlan emelkedés áll elő, akkor, akkor a közösség érdeke hogy érvényesül? Mit csinál az állam? Hát a közösség érdekeinek a legfőbb <laughs> hát érvényesítője az állam. Azt csinálja, hogy ugyanolyan áram ö, 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 arányban, amilyen az uzsorás haszon, ugyanolyan mértékben megemeli a teleknek az adóját. És visszaszedi a pénzt. Na már most, hogyha ez a rendszer működik, de még nem általános. Ha ez egy általános rendszer lesz, lényegében megszűnik az a fajta spekuláció a lakásokkal, ami ma szinte az egész világon uralkodik. Annak a római jogból eredő rendszernek követett kezdtében, aminek mi itt Európában a részesei vagyunk. Tehát én most elmondtam azt, hogy hogyan működne, vagy mű, már működik kis részben a, az a termelő ipari kapitalizmus, amelynek a fő hordozója és fejlesztője Kína. Na, már most nézzük, hogy hogy is van ezzel, a, hogy autokrácia és demokrácia. Hát most már tudjuk, hogy, hogy liberalizmus az demokrácia, a kollektivizmus, ahol a közérdek is érvényes, az meg autokrácia, és ahol minden embernek lehet szava a döntésben. Na, akkor melyik a demokratikus? Mert ugye a demokrácia azt jelenti, hogy népírol, népuralom. Akkor hol van néporalom? Hát azt, azt tudom mondani, hogy, hogy ez egy valójában egy dicséret volt, amikor azt mondták, hogy Magyarországon választási autokrácia van. Ez azt jelenti, hogy a választók egy demokratikus kormányt választottak, amely. Erős kormány, amely mellett az itt meglévő pénzoligarja csak korlátozottan tudja a befolyását és a hatalmát gyakorolni. De az egy gyakorolja, meg megvan. De, de csak úgy tudja, hogy ez az erős kormány a közérdek érdekében korlátozza a működését. Akkor hogy is van ez? Akkor nyugodtan kijelentetjük. Hogy, hogy, amit, amit liberalizmus, és ráadásul a, 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 ma nem is liberalizmus van. Mert mana, manapság neoliberalizmus van. Ez a kettő elég lényegesen különbözik -e egymástól. Mert a liberalizmusban, amikor a liberalizmus létrejött, tehát reneszánsz, felvilágosodás. Nem folytatom. E, akkor az is fölmerült, hogy az abszolút uralkodónak, Lásd 14. Lajos, Létászémoá, én vagyok az állam, hogy az autók, hogy ne legyen a lakosság egy, egy autokratának, a lehet despota is, meg tiranus is. Nem mindegyik volt az, de lehet az is, hogy annak legyen az alatvaló, jog nélküli, jogtalan alatvalója. Nem. Legyenek ezeknek az embereknek emberi jogaik, polgári szabadság jogaik, és mint ilyenek ö, 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 lényegében vegyenek részt a társadalom életébe. Tehát ne legyenek ilyen ö, szervilis ö, ö, alatvalók. Tehát ez, egy, ez volt a liberalizmus. Ezt, ezt kell megten, megtenni. Ma viszont mi a liberalizmus? Ma pontosan a mindig, mindig, és, és amíg a római rendszer van, amit már mondtam, hogy csak a hitelezőnek vannak jogai, és a adósnak semmi. Tehát amíg ez a rendszer van, addig e, 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 valójában e, nem érvényesülhetnek való, a, 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 az igazi liberális busz jogai, hanem helyette mi érvényesül, az, hogy van egy szűk csoport, az egy százalék, és az egy százaléknak joga van ahhoz, és korlátlan joga van, liberális, hogy mások jogaival visszaéljen. Tehát a mai liberalizmus a szabadsággal való visszaélés liberalizmusa. Nagyon más, mint az előző. Úgyhogy mindezt számításba véve azt lehet mondani, hogy az a keleti rendszer, amely próbál egyensúlyozni, a kötelező rend és a szabadság között, rendét szabadság között. Az nem vezet el ahhoz, a, eddig nem vezetett el, az nem vezetett el ahhoz a végponthoz, hogy, hogy 99 és 1 százalék, vagy, vagy az 1 e Elmondom, hogy miről van szó, hogy a, 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 a az emberiség re, rendelkezésére vagyon annak a 99% annak a fele a 99%-é és a másik fele az 1%-é Ez autók a rendszerben, ami a, ami a demokratikus rendszer. Ez nem tud létrejönni.